barátnő. Pepa a legjobb barátnőjét várja, Zsuzsi Barit. Szia, Zsuzsi! Szia, Pepa! Zsuzsi Bari játszani érkezett. Pepa kedveli Zsuzsit. Zsuzsi kedveli Pepát. Nagyon jó barátok. Pepa, miért nem mentek fel Zsuzsival a szobádba? Megyünk, mama! Zsuzsi is szeretne játszani. Pepa és Zsuzsi szeret Pepa szobájában játszani. Zsuzsi is szeretne. Nem, Zsuzsi. Az nagylányoknak való játék. Menj és játsz a saját szobádban. Pepa és Zsuzsi egyedül szeretnének játszani. Most én vagyok a kis tündér királynő. Ha egyet suhintok a varázspálcámmal, békává változtatlak. Zsuzsi nem szeret egyedül lenni. Zsuzsi is szeretne játszani. Nem, Zsuzsi. Most Zsuzsival játszom. De találj ki valami mást. Zsuzsi Pepával játszana. Egyedül érzi magát. Zsuzsi, jössz segíteni? Csak is sütit sütök a lányoknak. Valaki kinyalhatja a tálat. Zsuzsi segít a mamának sütit sütni. De jobban szeretne Pepával játszani. Én leszek a nővér. És én leszek az orvos. Jó, de akkor ki lesz a beteg? Zsuzsi! Pepa és Zsuzsi szeret orvososat játszani. Zsuzsi szintén. Pepa meghallgatja Zsuzsi tüdejét. Zsuzsi, vegyél mély lélegzetet és köhögj. Nem hallom tisztán a szívhangokat. Szerintem teszek rá egy tapaszt. Nézd ki a szád! Zsuzsi megméri Zsuzsi lázát. Ó, szent ég! Nagyon, nagyon magas! Ezért ágyban kell maradnod 3 évig. Papa malac Zsuzsit keresi. Jaj, ne! Mi baja van Zsuzsinak? Semmi baj, papa, csak játszunk. Zsuzsi az új betegünk. Á, értem. Fogadhat látogatót a beteg? Csak rövid ideig. Nagyon fárasztaná. Süti! Igen, Zsuzsi kapja. Ez lesz a gyógyszer, hogy jobban legyen. Elnézést, doktor. Segítene? Úgy fáj a hasam. Ez csikiz. Úgy hallom, nagyon korog a gyomrod. Szerintem te megéheztél. Akkor be kell kapnom néhány sütit, hogy jobban legyek. Nekem is. Nekem is. Nekem is. Ha 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 ha